15 csapat, majd 30 féle étellel nevezett Baszihalmi Kemencés Fesztiválra szombaton. Érkeztek a határon túli testvértelepülésekről, Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, valamint Salgótarjánból, Egerből és a környező településekről is. Benevezett a versenyre többek között a Szihalom mozgáskorlátozottainak és barátainak egyesülete, akik közel 80 főt vártak a sátrukban. Három fogással készültek, lángossal, csirkemeltó, csnival és körömpörköltel. Kipróbált receptekkel neveztek. Nagyon sok programot csinál a Szimóbe, és akkor így közösen összehozzuk ezeket a recepteket, és abból készítsük a versenyanyagot. Eddig nagy sikere volt a lágosuknak, ez már megmaradt, és a többit meg úgy körömpörkölt is szokott sikerülni. Idén már harmadik alkalommal nevezett be a tavalyi aranyérmes Egrikert Barát Egyesület. Most szilvás káposztás csirkecombot és huszárgulyást készítettek. Azt mondták, nem egyszerű kemencében sütni, de a zsűri jónak találta az ételeket. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy odahaza felcsavarjuk a gáz, vagy lecsavarjuk. Tavaly itt a kemencébe sütöttünk, aránynak nagyon jó sikerült, most viszont elektromos kemencét kaptunk, aminek a kezelése könnyebb, de természetesen ilyen tömegben már a szakácsnak is nincsenek hozzászokva, mert ugye családnak szoktak főzni, más a mennyiség. A szakértő zsűrinek közel 30 kemencében és szabad tűzön készített étel közül kellett kiválasztani a legfinomabbakat. Készült kardonsült malac, töltött káposzta, báránycsülök és hagyományos pásztorételek is. Büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy évről évre mind többen megfogadják a szakmai zsűrinek a véleményét, és mind tisztábban, mind szebben, és mind higiénikusabban dolgoznak, az ízekről meg nem beszélünk. Bóta József polgármester azt mondta, a hagyományőrzés miatt elengedhetetlenek az ilyen rendezvények. Igaz az a mondás, hogy a gyökerek nélkül nem nő a fa, tehát a hagyományok azok a gyökereket adják, amiket meg kell őriznünk, erősíteni kell, és akkor lesz majd lombos ez a fa, ami kiteljesíti a magyarság érzését, a magyarság tudatot, és meg tudjuk őrizni kultúránkat, hitünket. A fesztiválon a finom falatok mellett a programokra is rengetegen kíváncsiak voltak. A színpadon hagyományőrző együttesek követték egymást.